azt gondolom, hogy több mint 11 évnyi kétharmados kormányzás után a Fidesznek nem aláírást kellene gyűjteni a Gyurcsány Ferenccel szemben, hanem el kellett volna számoltatni. Az, hogy a Gyurcsány Ferenc és emberei visszakerülnek a hatalomba, az nem kérdés, hogy ez a Fidesz felelőssége, a Fidesz bűne. De azt is gondolom, hogy több van azért emögött. Orbán Viktor és Gyurcsány Ferenc egymás hatalmának a letéteményesei. Ha valamelyik eltűnne a politikai közéletből, akkor a másik egy politikai vákumba kerülne, és már nem lenne kire mutogatnia. Ezt kell megérteni, hogy ezért nem volt az elmúlt 30 évben elszámoltatás, és egészen addig nem is lesz, amíg a tőlük független harmadik politikai erő nem kerül be a magyar parlamentbe, és ezt a harmadik erőt most jelenleg a Mi Hazánk mozgalom képviseli.